Hello, sziasztok! Köszöntök mindenkit a Minecraft tutorial második részében, amiben ezt a Monster Trap-et fogjuk megépíteni. Ugye ezt is már megépítettem a túlélő világomban, de kértétek, hogy mutassam meg külön tutoriába. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, át is lépek a tutoriálos világomba, ahol ezt szeretném most megépíteni, bizony. Egyébként hát ez egy ilyen csapos mobfarm, ami azt jelenti, hogy vízzel lehet szabályozni, hogy jöjjenek a mobok, vagy nem. Na de hát akkor kezdjük is. Ide én már kikészítettem a nyersanyagokat és a használt anyagokat. Ugye hát szükségünk lesz építőanyagokra, redstone-ra, abból is jó sokra. Ezt kiszámoltam 25 hopperre, nagyjából 16 redstone fákjára, trapdoorokra és 4 dispenserre. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, ne habozzunk. Első lépésnek, mert kell találnunk egy szép tiszta terepet, ez itt jó is lesz. És ide kell építenünk egy 5x5-ös, hát kis keretet. Így néz egy ilyen nagyon kis aranyos termecskét. Aminek az alját, hát ugye fel kell töltenünk hopperekkel, amik a ládába kapcsolódnak. Így néz szépen. Hát igazából itt a berendezés az igazából mindegy, hogy hogyan rakjátok le a hoppereket. Így, és ha ezzel a hopperekkel megvagytok, akkor ezt a szép kis tornyot kell, és hát még nem tornyot, de majd torony lesz, felemelni 25 blokk magasra. Ugye a legaljától számolva, tehát 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, így nép. Igazából lehet alacsonyabbra is, de én menjünk szerintem a biztosra, itt tudja, hogy meghalnak a szörnyek, ha leesnek. És ezt a kis oldalt meg kell csinálnunk minden oldalon. És készen is volnánk. Egyébként ezt nem muszáj építéssel, lehet akár kivájással is. Tehát, hogy ástok. De én szerintem jobb, hogyha így föntebb van. Így hatékonyabb. És hogyha meg is volnánk, akkor ezt a 5x5-ös részt le kell szűkítenünk 3x3-asra, és hát így a pókok sem akadnak majd fönt, ez arra jó. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor egyik oldalon, és hát majd mindegyiken ki kell építenünk 8 blokkot. Így. És ennek hát csináljunk azért egy falat is, mert az úgy jó lesz. És ezt csináljuk meg minden oldalon. Így, és hogyha megvagyunk ezzel, akkor ezt a falat emeljük meg még egy blokkal. Így, és hát én még szerintem az elején nem kell elárasztani vízzel, ugyanis az jóval nehezíti az építkezés. Ezért most csináljuk meg ezeket a peremeket ide, vagyis inkább platformokat. És ide fognak majd spawnolni a mobok, ugye? Így, el is készült mind a 4 platform, és most ezt kerítsük körbe 2 blokk magas fallal. Így, ezzel is megvolnánk. Hát én most még nem szeretném egyelőre lezárni az egészet. Jöjjön a resztonozás. Itt a széleket ki kell ütni, a szélső blokkokat. És így, ahogy
mutatom, egy-egy diszpenzert lerakni, igazából a nézésük az nem fontos. Merre néznek, csak azért, hogy itt a sarokban legyenek. Erre ebbe vizes vödröt kell rakni. Ugyanis, hát ugye ezek lesznek majd a csapok, amik majd lemossák a mobokat lentre. És hát a kis összegyűjtőkbe, úgyhogy ezeket szépen be is lehet rakni. És hát ugye a bekötés, na igen, az egy érdekes dolog. Hát először én a szélén szeretem itt felvezetni a redstone fáklyákat, ide kart érdemes rakni. És hát itt egy függőleges redstone fáklya felvezetővel felvezetjük a redstone jelet, ugye ezt fogja majd kontrollálni a csapok állását, hogy nyitva vannak vagy sem. Így, ide szépen fel is értünk, ide lehet már redstone port rakni. És hát most el kell vezetni az összes helyre mindegyik csapba a redstone jelet. Tehát erre vannak szebb megoldások is, amit én alkalmaztam, de most maradjunk a praktikusnál, meg a hatékonynál, úgyhogy így lehet bekötni őket. Ide érdemes redstone repeatert rakni, ugyanis a jel így fog beléjük menni. És hát igen, itt használni kell majd több redstone repeatert is, hogyha nem akarjuk, hogy elfogjon a jel. Igen, ez már aktiválva is lett. Ez nem baj. Kössük be a többibe is. Akkor hozzuk el erre is azt a redstone jelet. És hát így kell bekötni az összes csapba igazából. Írni meg is volnánk, az összes csap be van kötve. Ennek így kell jól fognia, hogy így az utolsó kér. És most szerintem jöhetnek a trapdoorok lehelyezése. Ugyanis, hát, hogy ne kelljen elmagyaráznom, hogy miért jók ezek, de aki még nem tudja, kell mondom, hogy a trapdoorokat a mobok egész blokknak veszik, és így simán lesétálnak rajta. Viszont, hogyha nem lenne itt semmi, akkor nem is mennének le, kivéve amit lemos a víz, de hogyha vannak trapdoorok, azért jóval hatékonyabbá tesszük a farmot, és egy kihagyhatatlan dolog belőle. Így, ezzel meg is volnánk. Hát én most elzárnám a csapokat még egy ideig. Ez egyébként két karhúzással kell. Így szépen. Most már láthatók. Szép tiszta terep, és igazából már lassan meg is volnánk, ide még le lehet helyezni a vizeket az árkokba, ugyanis hát ezek nélkül is igen rosszul működne a fal, hogy ez nem lenne itt, úgyhogy így is szépen elmosadjuk az árkokat, és eddig kell pontosan folynia. Nagyon tökéletes, most már le lehet zárni a farm tetejét, én ezeket szlebeket ajánlok, hogy sokkal kőtakarékosabbak, és így végig be lehet építeni velük az egészet. Így meg is történt a befedés, és hát igazából készen is volnánk egyébként. Ugye ezt egyébként emeletezni is lehetne, tehát még lehetne följebb és ugyanilyen szinteket csinálni, akkor viszont már tényleg brutál hatékony lenne a farm. De meg is volnánk, tehát mondom, nem egy olyan nagy ördöngőség, simán elkészíthető, csak itt a csapokkal kell a resztonozást megoldani ügyesen. Úgyhogy, hát igen. És hogyha egyébként afkoltok, akkor ajánlom föntre menni, vagy az aljába, és valami biztonságos helyet találni, és a játékmódot átállítani nehézre. És így már tényleg brutál hatékony lesz a farm. Na de hát, meg is volnánk, elkészítettük a farmot, nagyon remélem, hogy tetszett. És tudtam segíteni, hogyha igen, akkor ezt jelezzétek egy lájkkal és feliratkozással. Na de találkozunk a következő részben, addig is, sziasztok!